Vajon mik lehetnek az omega-3 hiány tünetei? Egyáltalán mire való az omega-3? Az omega-3 zsírsavak fogyasztása rendkívül fontos, hiszen a sejtmembránok alkotó elemei. A szervezetünknek szüksége van erre a típusú zsírsavra, az úgynevezett eikozanoidoknak nevezett jelzőmolekulák előállításához, amelyek elősegítik az immun, tüdő, szív és endokrin rendszerek megfelelő működését. Videónkban most az omega-3 hiányának öt árókodó jele kerül bemutatásra, amelyeket mindenképpen érdemes lehet figyelemmel követned. Bőrszárasság és irritáció Amennyiben a szervezetünkből hiányoznak az omega-3 zsírsavak, úgy az első legárókodóbb tünetek a bőrünkön jelentkezhetnek. Például az érzékeny, száraz bőr, vagy akár a pattanások szokatlan elszaporodása mind-mind utalhat az omega-3 hiányára. Pontosan ebből kifolyólag az omega-3-pótlása javítja a bőrvédő rétegeinek integritását, megakadályozza a nedvesség elvesztését, és megvédi a bőrt az irritáló anyagokkal szemben. Ezt igazolta az a kisebb tanulmány is, aminek során hölgyek egy csoportja 2,5 ml omega-3-ban gazdag lemmagolajat fogyasztott naponta, míg a másik csoport placebót kapott. A megfigyelés végén azt találták a kutatók, hogy az omega-3-mal dúsított lemmagolajat fogyasztók körében akár 40%-kal rugalmasabb és hidratáltabb lett a bőr, mint a placebo csoport esetében. Sőt, egyes kutatások azt is bebizonyították, hogy az omega-3 rendszeres fogyasztása csökkentheti a pattanások és a bőrgyulladások kialakulását. Összefoglalva tehát kijelenthetjük, hogy az omega-3 fontos szerepet játszik a bőr optimális egészségének megőrzésében. Depresszió Az omega-3 zsírok agyunk létfontosságú alkotóelemei, amelyek neuroprotektív és gyulladás csökkentő tulajdonságokkal rendelkeznek. Már több tanulmány is felhívta a figyelmet arra a tényre, hogy az omega-3 zsírok akár fontos szerepet játszhatnak az olyan mentális állapotok kezelésében, mint az Alzheimer-kor, a demencia vagy a bipoláris zavar, valamint az is bizonyításra került, hogy az alacsony meg a három szint esetén nagyobb esőjel alakul ki a depresszió is. Egy közel 5000 bevonásával készült tanulmány például azt találta, hogy napi másfél ml meg a három bevitele jelentősen csökkentheti az enyhe vagy közepes súlyosságú depresszió tüneteit. Természetesen rengeteg tényező hozzájárulhat a mentális egészségünk megőrzéséhez, azonban az biztos, hogy az omega-3 rendszeres fogyasztása bizonyítottan a segítségünkre lehet. Szemszárasság Az omega-3 hiány tünetei között megjelenhet a szemszárasság is, hiszen fontos szerepet játszik a szem nedvesség tartalmának fenntartásában, illetve a könyvtermelésben. Pontosan ebből kifolyólag nem ritka, hogy akár szemészorvosok is omega-3 kiegészítők alkalmazását javasolják szemszárasság, illetve látászavarok kezelésében is. Egy 65 száraz szemmel küzdő felnőtt bevonásával készült vizsgálat során a résztvevők egy csoportja 300 mg omega-3 zsírsavat kapott, míg a másik csoport placebót. 30 nap elteltével az omega-3 kiegészítőket kapott csoport alanyai enyhébb tüneteket és javult könyvtermelést tapasztaltak. Itt azonban fontos megjegyeznünk, hogy a szemszárasság hátterében több tényező is meghúzódhat, ezért is javasoljuk, hogy első körben mindenképpen egyeztes kezelőorvosoddal a további javasolt teendőkkel kapcsolatban, amennyiben érintett vagy ebben a problémában. Izületi fájdalmak és merevség Ahogy öregszünk, úgy izületeink egyre merevebbé válnak, amelyek akár fájdalmakat is okozhatnak. Ez az állapot akár összefüggésbe hozható a porckopással, vagy súlyosabb esetekben egy gyulladásos autoimmun állapottal, amit reumatoid artritisnek nevezünk. Egyes tanulmányok azt találták, hogy az omega-3 pótlása akár csökkentheti az izületi fájdalmakat, illetve növelheti azok tapadásának erejét. Ebből kifolyólag, ha te is rendszeresen tapasztalsz ízületi fájdalmakat, úgy mindenképpen érdemes lehet több figyelmet fordítanod omega-3 beviteledre. Hallja a kapcsolatos változások Az omega-3 hiány tünetei nem csak a bőrünket érintheti, de még a hajunkat is. Ezt az állítást egyre több kutatás erősíti meg, amik azt találták, hogy az omega-3 hiánya megváltoztathatja a hajunk szerkezetét, integritását és sűrűségét. Egy 6 hónapos vizsgálatban 120 női résztvevő fogyasztott minden nap omega-3 kiegészítőt. A vizsgálat végén arra lettek figyelmesek a kutatók, hogy a résztvevők csökkent hajhullást és fokozott hajsűrűséget tapasztaltak. Összefoglalva elmondhatjuk, hogy az omega-3 hiány tünetei változatos formában jelentkezhetnek a testünkön, amelyek akár érinthetik bőrünket vagy szemünket, illetve mentális egészségünket. Szerencsére pótlására több étrend kiegészítő is rendelkezésre áll, illetve pótolhatod a szükséges mennyiséget olyan élelmiszerekből, mint a zsíros halak, a len vagy mag és a diófélék. Te szoktál rendszeresen figyelni az omega-3 beviteledre? Ha igen, hogyan gondoskodsz róla? Válaszodat írj le kommentbe, és ha tetszett, amit a videónkban hallottál, láttál az omega-3 hiány tüneteivel kapcsolatban, akkor kérlek ne felejts el feliratkozni csatornánkra, lájkold ezt a videónkat, és bátranozz meg barátaid között is. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!